Sziasztok! 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 Ma egy olyan témáról fogunk beszélni, ami ugye mindenkit érint jelenleg az egész világon, és azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert ahogy én is gondolom, mindenki más is kíváncsi, és a nézőink is kíváncsiak arra, hogy mi hogyan éljük meg ezt a koronavírust, hogyan mozgunk az emberek között, mit csinálunk, kivel találkozunk, kivel nem, és úgy egyébként a hétköznapokban ezt hogyan éljük meg, és mit teszünk. Nos, hát akkor én kezdeném, aztán majd mindenki elmondja a saját véleményét, hogy ezt hogyan éli meg. Amikor ugye találkoztam ezzel a vírussal, vagy hát ugye ezzel az egész témával, akkor legelőször az Aldiban szembesültem azzal, hogy amikor vásárolni szerettem volna, akkor tényleg minden elfogyott. Tehát nem tudtam venni se lisztet, se olajat, se konzerveket, tehát úgy, ahogy van a húspult, minden kiürült, ezt egy vásáros videómban szerintem erről említést is tettem, amikor még ugye az a videó készült, akkor tulajdonképpen még nagyon az elején volt ez az egész, legalábbis itt Magyarországon. És aztán láttam, hogy mindenki vásárol, meg olvastam a híreket, ismerőstől is hallottuk, hogy vásároljunk be. Én ezt annyira nem vettem komolyan akkor, vagy nem gondolkodtam ennyire ezen az egészen, hogy most milyen készleteket halmozzak fel, de ahogy ugye szembesültem napról napra azzal, hogy például nincsen tészta, és mi azért így sok tésztát fogyasztunk, vagy nincs liszt, akkor egy 2-3-mal többet vettem én is, lisztből nem, de tésztából például, vagy rizsből igen, mert tartottam tőle, hogy be fogunk zárni a végén az áruházat, tehát én sem tudtam, hogy mi fog pontosan történni, de nagy felhalmozást azt nem csináltunk. És aztán, amikor láttam, hogy vagy ugye kiderült számomra, hogy állandóan pótolják az üzletekben az élelmiszereket, akkor be is fejeztük ezt a halmozást, igazán 2 alkalommal vásároltam, de mondom, akkor is csak tésztából, rizsből, meg lisztből vettem egy picivel többet, de ennyi. De lisztből is azért nem sokat, mert egyébként sem veszünk lenne sok kenyeret, meg semmi olyat, ami nagyon lisztes lenne. És én inkább attól tartottam, hogy zöldségek vagy gyümölcsök nem lesznek, azok viszont voltak folyamatosan. Aztán elkezdtem olvasni, ahogy mások is a híreket, és én is egy kicsit így megijedtem ettől az egésztől, hogy ez most micsoda pontosan, majd azzal szembesültem, hogy igazániból, mint az influenzánál, hát itt is sajnos azokat az embereket, vagy azok az emberek betegednek meg jobban, akiknek vagy valami alapbetegségük van, vagy pedig ugye már nagyon idősek, és ez jelenti majd a problémát a számukra, nem elég erős az immunrendszerük. És aztán rájöttem, hogy ugyanúgy kell védekezni, tehát ugyanúgy kezet fogok mosni, ugyanúgy vigyázok arra, hogy ne tüsszentsenek rám. Tehát ez alapból az influenza idején is, amikor ugye csak influenza volt, tehát minden egyes évben erre ugyanúgy vigyáztunk, ugyanis én 27 éves koromban kaptam el az influenzát, Alexa akkor volt 1 éves, Martin meg 3 éves, és így átment rajtunk, szörnyű volt, tehát én a 4. napon már azt éreztem, hogy ebbe az egészben meg fogok halni, és hogy végem van, ha még egyetlen egy napot ezzel a 40 fokos lázzal ki kell bírnom, ugye a 40 fokos láz az reggeltől estig 0-24 órában ott volt az életemben. Aztán tényleg a 4. nap este, amikor folyamatosan borogattam a homlokomat, a bokámat, meg a csuklóimat, a 4. nap este mondtam azt ki, hogy ha még egy napot ki kell bírnom lázzal, hát én nem tudom, tehát üssenek le, vagy altassanak el, mert ezt nem bírom tovább. Tehát ez annyira nagyon erős volt ez az influenza, és mondom, 27 éves voltam, hogy soha az életben előtte sem, és utána sem voltam ilyen beteg, és nem is szeretnék soha többet. Tehát, és azt vettem észre, hogy az influenzában, tehát a statisztikai adatok alapján, meg minden alapján tulajdonképpen sokkal-sokkal többen halnak meg éves szinten, akár itt Magyarországon is, mint ebben a betegségben. És akkor arra se volt orvosság, tehát nem tudták nekem azt mondani, hogy most kapok rá valamit, és akkor majd javulni fog. Azt is ki kellett feküdni, és az is egy bizonytalan kimenetelő volt, hisz én már akkor elkaptam, és nem voltam beoltva, tehát így ugyanaz a bizonytalanság volt a körül a betegség körül, mint ez e körül a betegség körül, ami most van. És ugye mindig mindenkiben az lebeg, hogy most hogyan működjön, mit csináljon, mi a jó, mi nem jó, és mi óvatosabban élünk, vagy jobban odafigyelünk magunkra, legalábbis én, hogyha elmegyek mondjuk vásárolni,
nem megyek olyan helyre, például, ahol nagyon sokan vannak, hanem próbálom azokat az üzleteket megkeresni, vagy azokban az üzletekben megyek be, ahol csak pár ember van, ezek már bevált üzletek, és ugye az idegenekkel én is próbálom tartani a távolságot, én kesztyűt és maszkot nem használok, nem nyúlok az arcomhoz, erre nagyon-nagyon figyelek, hogy egész végig a közérben, amíg bent vagyok, vagy amíg hazaérek, nem nyúlok semmi máshoz, maximum a mobiltelefonomhoz, a pénztárcámhoz és a táskámhoz, hazajövök, mindent bedobok a szennyesbe, és mindent letörlök, tehát a mobiltelefont is, jól megmosom a kezemet, és ennél többet én tulajdonképpen ezzel ellen nem teszek. Apa? És én most csak Martint néztem, ugyanazon kezdtünk el szerintem röhögni, hogy kimosod a mobilt. Bedobom a szennyesbe. Ne a mobilt, ne a mobilt, jó. Oké, de bedobhatnám, én szállok. Oké, okay, hát azért azt nem hiszem, hogy túlélni. Jó, oké. Okay. Igen. Hát ide, igazából első körben én is annyit érzékeltem, amit te is elmondtál, hogy a boltokban elkezdett egy kicsit nagyobb lenni a forgalom, meg fogytak el a dolgok. Nekem a mindennapi rémat annyiban érinti ez az egész, hogy nyilván megváltoztak a munkatársakkal, barátokkal, ismerősökkel a köszönési szokások, tehát nyilván nem fogunk már kezet. Ettől függetlenül ez a köszönünk azért egymásnak, meg most már ilyen tiszta poénra is veszik az egészet, hogy könyökkel, meg lábbal, meg mindenféle össze-vissza mozdulatokat kitaláltunk, szóval azért próbáljuk ilyen picit elterelni a dolgokat. Az én környezetemben is így a mindennapjaimban, akikkel találkozom, ők sem veszik túl komolyan, tehát nem használnak maszkot, nem használnak kesztyűt, de ugyanakkor azt, amit saját magamon is tapasztalok, és azt, amit másokon is így a környezetemben látok, hogy azért odafigyelnek jobban arra, hogy mihez nyúlnak hozzá, kivel érintkeznek, mennyire közel megyünk egymáshoz, tehát erre tényleg azt látom, hogy mindenki odafigyel rá. Én, amit bevezettem így a mindennapjaimban, az az, hogy mindig hordok magamnál kézfertőtlenítőt, vagy kendőt, vagy ilyen folyékony kézfertőtlenítőt, mostanában már mind a kettőt, és általában mindig, amikor beülök az autóba, mert ugye én elég sok helyen megfordulok, amikor beülök az autóba, akkor mindig megtörlöm a kezem, vagy fertőtlenítem, naponta többször letörlöm a kormányt is az autón, illetve azokat a dolgokat, amihez hozzáérek, a váltót, stb. Tehát ezek azok a dolgok, amiket én is megteszek annak érdekében, hogy lehetőleg elkerüljem ezt az egészet, habár én úgy gondolom, hogyha valakivel találkozunk, aki fertőzött, az így is úgy is elég nehéz elkerülni ezt az egészet. Tehát az ember óhatatlanul is hozzá fog érni olyan dolgokhoz, amihez nem kéne, amit esetleg később nem fertőtlenítve és hozzáér még egyszer. Nem hiszem, hogy ezt olyan szinten le tudjuk magunkat védeni, és olyan szinten le tudjuk magunkat korlátozni, hogy ezzel egyáltalán ne tudjunk találkozni. Meg kell tenni mindent, amit tudunk, ahogy mondom, én is próbálok minden ilyen apróságra odafigyelni, de 100%-os védelem és 100%-os biztonságban szerintem senki sem érezheti magát. Hát még semmi, hát is kérdés, most mi mikor lesz, amikor biztonság lesz? Melyik az a pont? Ez ugyanolyan, mint az influenza, tehát nem lesz biztonság, tehát ez itt van, nem tudom hány éve az, hogy influenzások is lehetnek az emberek, és abban ott nincs ilyen válogatás nagyon. Tehát hogy az anyi, aki volt egyszer influenzás, igazán, és nem arra gondolok, mert látom, hogy sokan írják, hogy jó van 30-szor, de hogy volt egyszer 30-szor, az az influenza, ami az igazi influenza, az biztos, hogy 30-szor nem voltál, mert az úgy leterít, hogy onnan nem szállsz ki az ágyból, abban biztos lehetsz egy jó darabig. És ez hetekig tart. Meg hát ez a vírus, ez is nem új keletű, tehát ez létezik, ez egy influenzának egy válfaja, ez létezik, nincsen ellenszerünk jelen pillanatban, de ahogy az összes többi betegségre is, az összes többi olyan járványra, ami régebben is volt, évszázadokkal ezelőtt is akár most már, azért nincsen, mert ugye felkészültünk, és az orvostudománynak vannak olyan ellenszerei, amivel ezek ellen tudunk hatni. Ennek is meg lesz. Előbb-utóbb ezt is fogjuk tudni kezelni. Most jelen pillanatban az a nehézség, hogy nincsen ellenszere, és nem tudjuk ezt az egészet kezelni. Nyilván belemehetünk mindenféle ilyen találgatásba, hogy ez egyáltalán honnan is jött most, és miért váltott ki ekkora nagy feszültséget, zárkózottságot, világméretű megmozdulásokat. Ne gyártsunk összeesküvés elméleteket szerintem, mert nagyon sok irányba el lehet menni. Most már minden. Úgyse tudjuk, tehát ez van, kész, ezzel kell együtt élni, ezt kell valahogy túlvészelni. Én sokkal jobban aggódom ennek az egésznek a gazdasági hatásai miatt. Tehát az, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sok embert fog érinteni, nagyon sok vállalatot fog érinteni, és igazából véleményem szerint az életünk soha nem lesz már olyan, mint volt.
soha nem lesznek olyanok, legalábbis most a közeljövőben, a belátható jövőben nem lesznek ugyanolyanok a társasági kapcsolataink, és egyáltalán az üzleti élet és a gazdasági élet is gyökeresen meg fog változni. Sajnos nagyon sokunkat, nagyon sok embert negatívan fog érinteni, rengeteg cég fogja ezt az egészet nagyon-nagyon megkínlódni, és ha egyáltalán talpon tud maradni, akkor nagyon nehéz lesz az újraindulás, és itt tényleg azt értem ez alatt, hogy újra kell majd indítani mindent. Mert nagyon-nagyon sok minden leállt, rengeteg gyár leállt, rengeteg olyan mindennapi dolog változott meg, vegyük csak az éttermeket például, vagy a turisztikai érdekeltségű vállalatokat, a turisztikával kapcsolatos helyeket, nézzük csak meg az Airbnb-t, hogy mennyire problémás most ez is, az ingatlan piac is teljesen megállt. Hosszú távon fogjuk ezt érezni. Az a kérdés, hogy ezt hogy fogjuk kezelni. Igazából ez a fő kérdés, hogy hogyan fogunk ezután tovább lépni, és hogyan fogjuk ezt a fennálló, és most fokozatosan, nem hirtelen, hanem fokozatosan kialakuló gazdasági nehézséget túlvészelni. Én inkább emiatt tartok. Hát igen, és amikor vannak olyan kommentek, hogy vállalkozó milyen, hogy ne rúgja ki az alkalmazottat, ne csökkentse a fizetését az embereknek, mert hogy akkor jó volt, mikor ment a szekér, most meg nem jó, az az ember, aki értélde most a vállalkozás, a fogalma nincs arra, hogy hogyan működik egy vállalkozás. Ez nem így van, hogy fogom magamat, és akkor ugyanannyi fizetést adok, és akkor ugye nincs bevétele a cégnek, hisz a végén a cégnek annyi lesz, főleg ugye a kis és középvállalkozásokról beszélek, most nyilván nem a nagyon nagy cégekről. Úgyhogy azért ez egy elég nehéz, és higgyetek el, hogy a vállalkozóknak is ez egy borzasztó nehéz folyamat, és egy nagyon nehéz kérdés, hiszen egy vállalkozó sem szeretné lecsökkenteni a fizetést, és egyik sem szeretné, hogyha a cége csődbe menne, tehát azért ez egy nagyon nagy dilemma, hogy mikor csökkentsen fizetést, vagy mikor mondjon fel egy alkalmazottnak. De a nagyvállalatokra is ugyanígy vonatkozik ez, mert az Audi leállt, most, hogyha az autóipart nézzük, Mercedes. Itt Magyarországon a Mercedes leállt, a Suzuki leállt, az összes autógyár leállt. Ez őket is érinti. És ugye arra is kell gondolni, hogy ezáltal, hogy attól függetlenül, hogy ők leálltak, ettől még költségeik vannak. Tehát nem úgy működik egy cég, hogy oké, most leállok, és akkor egyik pillanatra a másikra semmiféle költségem nincsen. Ez nem így működik, ez a világban nem így működik. És ez az, amire sokan nem gondolnak, hogy oké, hogy most én csak a magam részét látom, hogy most én nem kapok fizetést, és ezért nyilván a vállalkozó vagy a vállalatom így úgy vacak, meg lehet rá köpködni, de az is jusson eszünkben, hogy közben annak a vállalatnak tovább kell élni. Mert utána neki újra kell indulni, és újra biztosítani kell több 10, 100 vagy 1000 embernek megélhetését. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt sose felejtsük el. Hogy oké, hogy egy profit-orientált cégről beszélünk, általában a legtöbb esetben, de akkor is, amellett, hogy profit-orientált, és amellett, hogy neki az a fő célja, hogy profitot termeljen, ezzel, hogy ő neki ez a célja, ezzel nagyon-nagyon sok embernek az életét is biztosítja. És ez az, ami most jelen pillanatban nagyon-nagyon labilisan áll. És ez az, amit én speciál nem tudom, hogy fogunk tudni majd újraindulni, és hogy fog ez egész kinézni hónapokkal, évekkel később. Hát most szerintem azért egy picit lépjünk át, mert nyilván nem a vállalati nehézségek vagy ilyesmiről kellene itt beszélni, de azért nyilván... De ez tartozik a felnőtteknek. Hát jó, persze, nyilván. De ez a mi meglátásunk. Igen, minden a mi meglátásunk. Hát ugye igazából először, amikor suliba jártam, annyiban változott úgymond az életem, hogy többet mostam kezet, használtam kézfertőtlenítőt, és a buszon nem mentem közel olyan emberekhez, akik köhögtek vagy tüsszentettek, de én nem vettem annyira komolyan, mert úgy voltam vele, hogy így is egészséges maradok. Aztán ugye úgy hatott ki rám, hogy nem mehettem suliba, mivel ugye betiltották, hogy bejárjunk, hogy ne terjedjen tovább, vagyis hogy nehezebb legyen a továbbterjedése a vírusnak. És hát igazából én itthon ugye nem nagyon tudom elkapni, hogyha kimegyek az utcára, akkor mondjuk sétálni, akkor a feljövök, annyit csinálok, hogy megmosom a kezem, és lecserélem a ruhámat, de más nagyon nem csinálok. És ugye ez, amit most mondtál, ez megint most egy picit vissza kapcsolva arra, hogy az én mindennapjaim. Ugye nekem ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy odafigyeljek, mert jelen pillanatban én vagyok az, aki be tudja idehozni a legerőteljesebben ezt az egészet. Tehát éppen ezért is nagyon fontos az, hogy én is megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy ne
ne fertőződjek meg, és ne hozzam haza. És a barátaiddal? Hát a barátaimmal sajnos nem tudok találkozni, ugyanis a legtöbb pont a városnak a közepében aki, de viszont videócseten szoktunk beszélgetni, meg messengeren, úgyhogy így próbálom velük tartani a kapcsolatot. Így idővel egyre nehezebb, hogy nem látom őket, de hát most nem tudok mit csinálni. Úgyhogy te is sok sétálni jársz igazán. Igen, leviszem a kírát, aztán ez a... Aztán fölhozod. Igen. Marti? Hát nekem is ugyanúgy indult ki ez az egész, mint Alexának, tehát hogy ugye eleinte, amikor tömegközlekedtünk, akkor jobban figyeltünk arra, hogy ne menjünk közel másokhoz, de ilyenkor még nem is volt eset itt van nagyon Magyarországon. Amikor elkezdtek jelentkezni ugye az első esetek, fogták, bezárták az iskolát elég gyorsan egyik napra a másikra, elég ügyesen átállt a mi iskolánk például online oktatásra. Tehát minket Google Classroom-on keresztül, Zoom-on keresztül, és van ilyen Google Meets-en keresztül oktatnak, tehát mindig kapunk anyagot minden napra, mondhatni. Most nekünk is van úgymond online tavaszi szünet, tehát kaptunk nagyobb feladatokat, és azokat kell teljesíteni, de ezen kívül teljesen átállt a mindennapos tanulás arra, hogy online megkapjuk a feladatokat, és azokat be kell adni. Általában egy hétre előre megadnak mindent, szóval így be tudjuk magunknak osztani a hetünket. Engem, vagyis pontosabban nekem ez nagyon tetszik, mert meg tudom azt csinálni, hogy akkor mondjuk a hét elején megcsinálok több feladatot, és így a hét hátralévő részére sokkal kevesebb van. És mivel én készülök az érettségire, ezért így könnyebb úgymond előre látnom, hogy mikor lesz időm, és mikor tudom majd megtenni azt, hogy akkor jó, most leülök másfél órára, és csak arra koncentrálok, hogy tudjak az érettségére tovább tanulni. És ugye így most már nem csak a délutánokból állnak ezek a tanulási időpontjaim, hanem igazából az egész napból, tehát oda rakom be, ahova én szeretném, mert magamnak oszthatom be az időmet. Tehát van egy ilyen úgymond pozitív aspektusa, és nem magának a vírusnak, hanem a helyzetnek, hogy akiknek most esetleg könnyebben megy az egyedül otthon tanulás, vagy a saját időbeosztás, azoknak ez biztos, hogy nagyon jót tesz, mert vannak, akik ugye sokkal jobban tudnak tanulni reggelente, mint például a délutánnal szemben. Tehát, hogy nekem a délutáni tanulás sokkal döcögősebben megy. Számomra is ennyi a szocializálódás, hogy lemegyünk a kertbe esetleg, vagy az utcára, és ott találkozunk másokkal, ugye velük is próbáljuk azért így tartani a távolságot. Nekem olyan szempontból nem biztos, hogy nem érzem olyan nagynak a hiányt az osztálytársaimmal kapcsolatban, mert mi gyakran beszélgetünk online, és játszunk játékokat együtt, úgymond így találkozunk egy virtuális világban, ami nem mondom azt, hogy kicseréli, de ad egy olyan érzést az egésznek, mint hogyha másokkal találkoznék. Hát ott egyébként is szoktatok te játszani. Úgy már a vírus előtt is játszottatok. Igen. Csak hogy most érzem azt, hogy ennek milyen hatása van. Most érzem azt, hogy leülök, és akkor tehát, hogy megvolt, úgymond ez is hozzátesz ehhez az egészhez. Most látom azt, hogy na most már akkor ez egy része a szocializálódásnak, hogy akkor együtt leülünk játszani. Ezen felül még a tanulás is így megy, tehát hogy nekünk az szokott lenni, hogy vannak ilyen chatszobák, abba bemegyünk, beülünk, és miközben elhatározunk, hogy jó, most akkor együtt matekozni fogunk. Leülünk egy órára, és együtt megoldjuk a matek feladatokat például, vagy a magyar feladatokat, vagy tehát igazából kidolgozzuk együtt a házikat, és úgymond így átalakult ez a házi csinálás egy ilyen közös tanulási időbe. És milyen a dolgozat? Hát a dolgozat az állami titok, tehát ott nem történik semmi, ott minden legálisan történik, senki nem beszél senkivel dolgozat közben. De ott azt kell tudni, hogy mindent lerakunk, se telefon, se semmi, és megírjuk becsületesen a dolgozatokat. Mm. És ezt hogy ellenőrzik? Hát bíznak benne. Nagy hiba! De természetesen ők is, tehát hogy a tanáraink is tisztában vannak ezzel, hogy mi egymást segítjük dolgozat közben, és igazából azt, tehát hozzá is tették, hogy
ők nem bánják, csak ne legyen annyira egyértelmű, hogy tehát azért nézzük át egymás munkáját is, úgymond. Tehát, hogy ne az legyen a vége, hogy csak rosszat adunk be, mert egy emberről másol mindenki. Tehát, hogyha már megvan ez a lehetőség, hogy dolgozhatunk együtt egy dolgozaton, akkor azért próbálj meg odafigyelni, és minél jobban megcsinálni. Ez nem minden tantárgyra igaz, de a legtöbbre igaz, akkor mondom én. Tehát, hogy az érettségi tantárgyakból kérik azt, hogy minél önállóbban, nyilván azért, mert azokból fogunk nem sokára érettségizni, és hát ki tudja még, hogy mikor. Még amikor vesszük fel ezt a videót, nem közöltek semmit arról, hogy mi lesz az érettségikkel, csak annyit mondtak, hogy valószínűleg a szóbeli vizsgák el fognak maradni. És a felvételinél nem izgulsz-e? Mi lesz? Külföldi felvételin jelenleg az az álláspont, hogy kivárják, hogy mi történik az ilyen jelentkező országokból. Tehát, hogy azokra az egyetemekre, ahol én jelentkeztem Dániába, ott általában az a felállás alakult ki, hogy fognak csinálni egy külön felvételi vizsgát azoknak, akiknek nem lehet a jegyeit sehogy se átkonvertálni az ő rendszerükbe. Ebben az esetben, ha én még érettségizhetek itthon, és kapok érettségi jegyeket, akkor valószínűleg nekem ilyen vizsgát nem kell majd tennem, de mondjuk azokban az országokban, mint nem tudom, Csehország, ahol azt hiszem fél évi jegyeket kaptak évvégi ilyen érettségi pontnak, vagy jegyeknek, nekik például meg kell felvételizni. Tehát, hogy egyelőre, hogy ha én érettségizhetek, akkor külföldre ugyanúgy tudok szökkenőmentesen tovább menni. Na. Hát akkor, szóval őket azért mondjuk így tényleg elkülönítettük. Nem mehetnek sehová, nem úgy, mint a szülők. Nem, tehát ugye kérdés, hogy találkozunk-e másokkal. Ez biztos kérdés mindenkiben, én nem. Én találkozom itt a barátnőimmel, de ott is azokkal tartok szorosabb kapcsolatot, akikről tudom, hogy szintén ugyanúgy betartják ezeket a szabályokat, ahogy én. Akik nem, velük tisztes távolságot megtartom, ami hát nyilván nem nagy, de másfél-két méterre ugyanúgy állunk egymástól, vagy kint a szabadba beszélgetünk, és figyelünk erre, tehát teljesen nem zártuk el magunkat. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy meg mondjuk kire is, hogy találkozik lenne a gyerekekkel. Tehát tényleg együtt játszanak, ezeket nem tiltottuk el, és amit nem, az például, hogy Robi szüleihez egyébként csak tudnánk menni, mert Németországban laknak, a nagyok nem mennek a nagyszülőkhöz, tehát velük csak telefonon beszélnek, és az anyukámhoz sem megyünk ki, mert ő is most már 63 éves, neki is van mindenféle problémája, és nem kockáztatjuk meg, hogy ő elkapja. Én azt mondanám, hogyha az én véleményem kíváncsi valaki, hogy azok, akik idősebbek, vagy valamilyen betegségük van, ők igen tartsák ezt a távolságot, meg legyenek otthon, meg próbáljanak mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt a vírust ne kapják el, hiszen mindig erről szól minden, hogy az alapbetegségekkel és a nem megfelelő immunrendszerrel rendelkezőknél lehet ez súlyosabb. Akik pedig fiatalok, vagy velünk egykorúak, azok meg tartsák azt be, hogy nem mennek így a nagyszülőkhöz, meg nem mennek olyan helyre, ahol idősebbekkel vagy beteg emberekkel találkoznak, és vigyázzanak magukra, a saját maguk és családjuk érdekében, hogy ne fertőzzenek meg senkit, vagy én is félek, hogy tényleg a barátainkat is, hogy ne fertőzzük meg. Tehát azért mi kölcsönösen vigyázunk egymásra, és hogy megfogjuk egymás kezét, igen, én a barátnőimnek meg szoktuk egymást ölelni, és meg is puszíjuk egymást, de mondom még egyszer azért, mert abszolút megbízunk egymásban, és azt viszont, ami nagyon feltűnt, és ami nekem nagyon nem tetszik ebben a vírusban, az, hogy az emberek hogy állnak egymáshoz. Tehát az, hogy kioktatják egymást, utasítanak, és mint egy diktátor parancsolnak a másiknak, na ez nem tetszik. És olyan stílusban, ami megint nem tetszik, mindenki azt gondolom, hogy a maga szintjén próbáljon meg tenni annak érdekében, hogy ne adja tovább, és ne szedje össze, de hogy én most valakinek megmondjam, hogy
te mit csinálsz a családomon kívül, nyilván mert ők a családom, de hogy most a barátaimnak bárkit én utasítgassak, meg ráparancsoljak, hogy már pedig nem, de nézem azt, hogy vannak ilyen csoportok a Facebookon, ahol megfeltesz valaki egy kérdést, hogy szerintetek mondjuk elmetek a családhoz húsvétolni, majd mindenki nekiesik, mint ott az anyjának, és elhordja mindennek, én ezt nem tartom normális dolognak, és ezt az agresszív viselkedést, meg az meg a végképp, hogy kapd el akkor inkább te is a koronavírust, ha már így viselkedsz, és ilyen megnyilvánulások, ezek az emberek imádják, hogy ebben foroghatnak, csak ezek az emberek gondolkoznak el azon, hogy a családukkal és a baráti körükben, meg bárhol ők mit csinálnak úgy egyébként is a hétköznapokon, mert valószínűleg ezt a diktatúrát ott gyakorolják. Szóval, hogy ez felháborító, és abszolút nem tartom normálisnak, hogy nem kedvesen kérjük, vagy kedvesen mondjuk el a véleményünket. Én ehhez a videóhoz is azt kérem, hogy ha valakinek más véleménye van, mint nekünk, akkor ezt kultúráltan nyilatkozzon, mert hogyha nem, akkor nem fogom kiengedni a csatornára. Tehát az ilyen mindenkit mindennek elhordok és hasonló megjegyzésekkel én egyáltalán nem értek egyet, mert kultúráltan is el lehet mondani, hogy én nem így gondolom. És mindig ez a fontos, én nem így gondolom. Az, hogy most, és nem azt mondom, hogy te meg gondold úgy, mert más is másképp is gondolhatja, én azt gondolom. Nektek? Gondolod? Nektek erről? Miről? Erről az agresszív, meg ez a kiutáljuk egymást. Meg... Én nem Facebookozok ennyit, hogy ezeket tudjunk. Tehát nekem, én olvasom a híreket is kész. Ebből én kivagyom. Barátaitok nem mondják, hogy ne menjetek ide-oda? Meg nem. Mit csináljatok? Pont azt mondják, hogy hova menjünk. De... Hova? Nem. Alexa? Nálam csak hülyéskedni szoktak, hogy csináljunk korona HB-t. Mindenki maszkba. Apa, te találkoztál ilyen megnyilvánulással? Biztos, de nem szoktam foglalkozni velük. Én egyáltalán nem veszem. Én mindig azok a röhögök, akik ilyen halál komolyan veszik maszk, meg kesztyű, meg mit tudom én, és akkor jó múltkor pont álltam egy piros lámpánál, hölgyike kijött a piacról, szatyrokkal minden, maszk, kesztyű, nyakig, beleélés, minden, bepakolt az autóba, majd belült, levette a kesztyűt, megfogta a maszkját, letette ide alulra, majd megfogta a kormányt. Akkor minek? Tehát könyörgöm, megfogom azt a maszkot puszta kézzel, ami igazából arra hivatott, hogy összegyűjtse kívülről a vírust. Aztán megfogom a kormányt, és élem tovább az életet. Ugye általában a maszk az arra van, hogy ha te vagy fertőzött, akkor ne add tovább, nem arra van, hogy téged megvédjen tőle. Szóval, igen, csak az a baj, hogy sokan nem így gondolják. Hát jó, igen, ez egy ilyen félreértés, hogy aki maszkot visel, az igazából nem magát zárja el tőlünk, hanem önmagát zárja. Tehát, hogy nem miattunk zárkózik el, hanem magát zárja el, hogy az mi lenne jó, el. Ha így lenne, ez így van. A maszk az így működik, hogy egymást védjük azzal, mindketten a maszkot viselünk. Nem baj, felveszik a maszkot, legalább mi bemertünk a közérbe nyugodtan vásárolni. Viszont vannak már olyan közértek, hogy voltok, ahol nem szabad bemenni maszk nélkül. Igen? Hiszen Örökszágon? Persze. Én több olyan helyen is voltam. Hát és akinek nincs maszkja, hát akkor hogy megy? Nem megy be. Úgy csinál, mint én. Fölhív valakit, aki látta, hogy ott áll a sorba, ismeri, fölhívja és megveteti vele a cuccokat. És akkor még sorba sem kell állni. Ja, visszacsatolva még a te, hogy bevásárlás, meg raktározás, WC-papírt sem raktároztunk. Ja, nem. Abból sem vettünk, két csomagban. Úgyhogy ennyi. De ennyit veszünk általában. Úgyhogy ezt a trendet sem követjük, hogy WC-papír raktárt nyitunk. Még egy kérdés szokta az embereket foglalkoztatni, ahogy így nézem, egymást kérdezgetik, hogy a te ismerési körödben volt-e valaki beteg. A közvetlen környezetünkben nekünk nem volt beteg, viszont úgy, hogy például a szomszédunknak a nővérének a férje, ő például beteg lett, 37 éves, semmilyen tünete nincsen, úgy derült ki, hogy külföldön volt, hazajött, tesztetette magát, majd derült ki egy koronavírusos, ami viszont ugye azt mondta, hogy megszomorítja az életüket, ott is van két kisgyerek, ugye feleség, a két kisgyereket és a feleséget nem tesztelték, de senkinek semmilyen tünet nincsen, hogy ott is, ahol laknak, abban a közösségben közösítik ki őket, vagy írnak nekik olyan jellegű üzeneteket, ami hát nem éppen nyomdafestéket tűrő. Na, ezekről beszélek, hogy ez nekem nagyon nem tetszik. Akkor
van még egy, az egyik szomszédunknak a barátnője lett koronavírusos, szintén külföldön volt, szintén teszteltette magát, ahol kiderült, hogy ő már volt, és 4-5 hete volt beteg, tehát már jóval utána semmilyen tünetet nem produkál, ő 47 éves, illetve van még egy, aki itt mellettünk lévő városban meghalt, ő viszont 67 éves, és sajnos neki olyan betegségei voltak, amik miatt sajnos ez bekövetkezett. Tehát ez a három eset van így a mi környezetünkben, legalábbis amiről én tudok. Ti? Hallottatok valakit? Semmi. Nem. Igazán mi volt tényleg semmi. Úgyhogy összefoglalva az egészet, mindenki nyilván vigyázzon magára, mi is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a mellettünk lévő öregekre, vagy betegekre, és tartsuk a távolságot az idegenekkel, ne menjünk olyan helyre, ahol nagyon sokan vannak, bár most, ahogy így elnéztem, tehát tényleg vannak olyan helyek, ahol többen vannak az üzletek, mindenki maszkban, és a fotón, ha mondjuk volt, megosztottak egy csoportba egy képet, hogy mindenki maszkban, és mindenki a másik irányban néz, tehát ugye állnak itt sorban az emberek, két sorban, és mindenki próbál a polcok felé nézni, mert azért mindenki feszült emiatt a helyzet miatt. Én még ilyen helyre nem megyek be. Tehát, hogy ezekre, és mossunk mindig kezet, de, ahogy mondtam, az influenza idején is mindig kezet mostunk. Tehát, hogy nekünk igazán ilyen nagy változás nem történt az életünkben, talán az, hogy fertőtlenítjük a telefont, nem? Tehát, hogy ennyi, mert hogy kezet mindig mostunk, mert akárhányszor hazajöttetek, volt az első, mindenki menjen kezet mosni, vedd a nadrágodat, amiben ültél a buszon, és tehát, hogy ezek így nálunk ilyen alap, a cipőben nem jövünk be, szóval, hogy ezek így alap dolgok voltak, és ennyi, hogy tényleg fertőtlenítjük az eszközöket. Ja igen, és a bevásárlásnál, amit vettem, mi nem fertőtlenítjük, tehát ugyanúgy beteszem a hűtőbe, a spájzba és mindenhova. Én annyit szoktam tenni, hogy például, amikor kiveszek ilyen dolgokat a hűtőből, és mondjuk élelmiszerhez nyúlok utána, akkor előtte miatt hozzányúlok ahhoz, ami ugye csupaszon van, olyanra gondolok, tehát ami nem valami flakonban vagy dobozban van, akkor én először kezet mosok újra, és úgy fogom megkenni kinek a kenyerét, vagy bármi, tehát amikor megfogtam az acskót, rögtön utána nem kenek meg semmit. Erre ti figyeltek? Csak úgy, by the way. Milyen? Nem szoktam megfogni az acskót, amiből kenek. Nem, megfogod az acskót, kiveszed a kenyeret, beteszed a pirítóba. Igen. Tehát akkor, érted, amikor megfogtad az acskót, én kinyitom, és úgy veszem ki a kenyeret, na, hogy én kezet mosok, és veszem ki, te. Na, látjátok? Ez a hiba, amely most akkor kell egy nevelés. Így van, innentől kezdve mindig te csinálod a szendvicset. Csak megfertőtlen, hogy a cuccokat. Ja igen, és amit nem vásárolunk, az felvágottak, tehát ami a már mint olyan felvágottra gondolok, ami ki van téve a pultba, azt mi csomagoltat veszünk, sajtból is én csomagoltat veszek, tehát akkor inkább veszünk egy nagy trapistát és azt, vagy ilyen fóliázott trapistát, és akkor azt tesszük meg, de nem veszünk mondjuk csomagolatlan kenyeret, péksüteményt, tehát hogy ezeket így nem. Nem, sőt még a McDonald's-ba is mondtam Robinak, hogy nem mehet. Mert ott is, ha valaki beletűszent esetleg, ugye? Hát nem pont ezt mondtam. Jó, az volt a lényege. Szóval, hogy ezeket így nem, és mert ugye, hogyha például mondjuk húst teszel, az megfőzöd, vagy megsütöd, tehát az megint egy másik. De ha felvágottak, ugye azt rögtön teszel a szendvicsre, és akkor így ezért erre mondjuk figyelek. Ugye a bevásárlásnál így nagyjából meg ennyi. Úgyhogy összefoglalva tényleg, amit az előbb elmondtam, vigyázzunk magunkra, és ezt is túl fogjuk vészelni. És még egy nagyon érdekes, ami nálam ott tette le ezt az egészet, hogy hát lehet, hogy mégse annyira olyan ez a vírus, mint az influenza. Akkor elolvastam, hogy például 2015-ben volt egy nagy járvány, és január és februárban a kettő hónapban együtt 26 ezer ember halt meg csak Magyarországon. Most nem le akarom kicsinálni, hogy most hányan haltak meg ebben a vírusban, de nagyon messzire vagyok még a 26 ezertől, és én tudom, hogy milyen volt az influenza, szörnyű, senket nem kívánom, és ha azt elkapod, akkor nem fog rajtad úgy átmenni, hogy azt nem veszed észre, abban biztos lehetsz, hogy ha most ennek vége, akkor is minden évben és évben vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok a gyerekeitekre, a szüleitekre és egymásra. Más valami? Nektek valami záró gondolat? Várjuk a nyarat, és reméljük, hogy addig a mindennek vége lesz, és mehetünk, nem tudom, Balatonra, Várkóba, csak valahova, tehát ki tudjunk innen mozdulni, de... Mindenki menjen a Balatonra. A Balatonra, nem tudom, ahol most is, vannak emberek, hogy most is járnak oda, csak hát... Aki járnak oda, külön jönni, nem?
Budapest Rigóczban. Ja, és akkor ez a vicces, amikor valaki leírja, hogy hát ő ki akart, nem tudom hova menni, és hogy annyi ember van. Tehát bakker ugyanazt gondolták, amit te, hát te is oda vettél, szóval, hogy nekem ezek is ilyen, mi van? Ennyi. Nagyjából. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várjuk a véleményeteket, de nyilván olyan véleményeket, ami kulturált, tehát hogyha pozitív, akkor az nagyon, mindenféle pozitív vélemény, mármint nem csak a videóról, hanem egyébként, hogy minden, amit jót le tudsz arról írni, hogy ebből kilábalunk és jó lesz, az ilyeneket nagyon várjuk, mert inkább mi ezt követjük, és ezeket a kommenteket szeretjük, illetve ha negatív véleményed van, azt pedig légy szíves kultúráltan ért meg, és akkor szívesen látjuk azt is, és akár válaszolunk is rá. Úgyhogy, sziasztok! Sziasztok!